Tegnap a Gyulai Járásbíróság elsőfokon elmarasztalta Szeged alpolgármesterét, jegyzőjét és a kabinetfőnököt. A per az ingyenes parkolóbérletek miatt indult. Az indoklás szerint a rendőrségi vezetők, ügyészek, országgyűlési képviselők mellett olyanok is kaptak, akiknek nem volt közük a szegedi önkormányzathoz. Arra kérjük Botka Lászlót, hogy mentse fel Szeged város főjegyzőjét, illetőleg arra szólítjuk föl a szegedi alpolgármester Solymos Lászlót, hogy mondjon le mandátumáról. Amennyiben ezt nem teszi meg, ugye a KDNP és a Fidesz rendkívüli közgyűlés összehívásával fogja a méltatlansági eljárást kezdeményezni. Kérdésünkre, hogy a fideszes és a KDNP-s politikusok hány ingyenes parkolóbérletet kértek és kaptak, Hág Zalán nem válaszolt. Korábban a Dél-Magyarország megírta, 1996 óta működik ez a rendszer, minden önkormányzati képviselő kap ingyen bérletet. Az előző ciklusban még az a Kohári Nándor is elfogadta ezt, akinek akkor sem autója, sem jogosítványa nem volt. A 2008-as lista az önkormányzat honlapján olvasható. Ezen országgyűlési és önkormányzati képviselők, hivatali alkalmazottak, vezető rendőrök, városi cégek vezetői szerepelnek. Később ugyancsak kapott bérletet B. Nagy László, a Fidesz szegedi elnöke. Ő 2011 és 12 között kormánymegbízottként a szegedi önkormányzat fölött a törvényességi felügyeletet is ellátta. Őt tanúként hallgatták meg a perben. Ön kapott ilyen bérletet? Persze, igen. És de ezt jogosnak érzi, gondolom? Hát az önkormányzati rendeletet én annó régen megnéztem, az jogosnak tűnt. A Gyulai Járásbíróság ítélete nem jogerős, az ellen az elmarasztaltak fellebbezést jelentettek be.